Hölgyeim és uraim, az imént hallott műben Chopin motívumaihoz Alexander Glazunov illesztett állarcot, és el kell áruljuk, hogy a karmester állarca mögött pedig Ménesi Gergely lakozott. A következő három műsorszámban is ő vezényli majd a pannonfilharmonikusokat. Előtte azonban folytatjuk az újévi üzenetek sorát. Kérem, most hallgassák meg Schönberger Andrásnak, a pécsi zsidó hitközség főrabbiának üzenetét. A vallás évének beköszöntével kérem önöket, legyenek figyelemmel régi tanítóink szavaira, akik szerint az isteni törvény szellemében élő ember világának alappillérei a következők. A Szentírás, melynek magas erkölcsi tartalma nélkül a szellemiség csak a földi célkitűzések szűk körében mozogna, és nem juthatnánk Isten közelségébe. Isten szolgálata, ami állandó kapcsolat, imádság útján Isten és ember között. Az emberbaráti szolidaritás, ami az emberek együvé tartozásának összefogó érzése. Az örökkévaló áldását kérem Pécsváros lakóira és felekezeteink tagjaira. Schönberger Andrásnak, a pécsi zsidó hitközség főrabbiának üzenetét hallották. Hölgyeim és uraim, elgondolkodtató zene következik. Volker David Kirchner Monsieur Papageno vacsorája című művében Mozart dallamai 20. századi zenei kontextusban jelennek meg. Mint tudjuk, jelenkorunk folyamatai meglehetősen nehezen érthetőek, úgyhogy nem meglepő, ha Mozart dallamai csak a vájtfülűek számára mutatkoznak meg. A hamarosan felcsendülő darab igazán felveti a kérdést. Hol a színpad? Kinne vagy benn? Illetve, hogy kin van az állarc? Mozarton-e vagy Kirchneren? Képzeld, Tibor, elcsíptem egy beszélgetést. Hamas volt, azt mondta, hogy gazdasági válság ide vagy oda, hogyha a zenekar nem kapja meg a megfelelő támogatást, akkor csak ilyen darabokat fognak játszani. Remélem, csak viccelt. És önök hamarosan megértik, hogy ennek milyen súlya van. Hölgyeim és uraim, Kirchner műve után pedig Rimsky-Korszakov Schumann motívumaira komponált karneválja következik majd a színpadon, tehát a pannonfilharmonikusok Ménesi Gergely vezényletével.
Kedves közönségünk, a következő darab előtt hallgassák meg Bodogán Lászlónak, a Pécsi Görögkatolikus Egyház parókusának ünnepi üzenetét. Az időnek újrakezdődő nagymértékű egysége az év. Az emlékezet segítségével felidézhetjük a mögöttünk lévő esztendő örömteli vagy éppen fájdalmas pillanatait, és hozzájuk érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat tudunk fűzni. A másik érzelem, hangulat, jövőbe néző. Újra kezdődik egy év. Újra van egy alkalom a kezdésre, a tervezgetések és nagy célkitűzések megfogalmazására. Kérni lehet Isten segítségét az új év minden tervére, munkájára. Ünnepeket szentelünk Istennek azért, hogy azok, akik nem szentelték az egész életüket az Úrnak, annak legalább egy részét ajándékozzák neki. Damaszkuszi Szent János. Pécs városa egy egész esztendőt szentel annak megünneplésére, hogy immár ezer esztendeje rábíztuk életünket Krisztusra, itt Pannóniában. Azóta mindennapjainkat, terveinket az örökké valóság távlataihoz igazítjuk. Bodogán László parókus üzenetét hallották. Újévi hangverseny természetesen nem múlhat el Strauss dallamai nélkül. Jelen esetben azonban Erich Wolfgang Korngold állarcában hallhatják ezeket. Thank you.
Ismét egy üzenet Valsányi Ferencé, aki a Pécsi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való. Ünnepi emelkedettségben nem szeretnék ünneprontó lenni. Reálisan nézve nem könnyű esztendő előtt állunk. Sok honfitársunk számára a kenyér kérdés lesz a legfontosabb. Jó, hogy szabad kérni a mindennapi kenyeret. Szabad reménnyel is tekinteni az előttünk álló időre. Szabad arra gondolni, hogy a holnapunkhoz is van Istennek szava. Minden lélekben megszülethet a hit, a jó ízű remény. Erőt kaphatunk minden erőtlenségünkben, Isten erejével. Isten áldása legyen mindannyiunkon. Valsányi Ferencnek a Pécsi Evangélikus Egyházközség lelkészének üzenetét hallották. Kedves közönségünk, az iménti üzenettel, és a következő két zenedarabbal a mai hangverseny hivatalos programjának végéhez értünk. A műsor hátralévő részében ismét Hamar Zsolt, a Pannon Filharmonikusok zeneigazgatója, vezető karnagya veszi át a karmesteri botot, amely azonban a közönség soraiból mindig csak pálcának látszik. Karmester úr nem egyedül érkezik, hanem Bálint János Fúvola művész társaságában. Virtuóz és az új évhez igazán méltó muzsikák következnek. Johann Strauss Tavaszi hangok című ismert keringőjét Johann Valentino állarcában, tudják, Bálint János ültette Fuvolára, majd befejezésképpen Paganini La Campanellájában jeleskedik. Kedves közönségünk, ha tetszett, amit eddig láttak, hallottak, úgy egészen biztosan számíthatnak még további meglepetésekre is. A ráadásban ismét hallhatjuk szólistánkat is, továbbá immár megszokott módon Szabó Ferencnek a zenekar ütőművészének egy hangszerelését, és persze az ilyenkor szinte kötelező elmaradhatatlan örökzöldeket. Örültünk, hogy ezt a kellemes estét ismét önökkel együtt tölthettük. Reméljük azt, hogy idén a Pannon Filharmonikusok hangversenyein is találkozhatunk. Kívánunk önöknek még egyszer boldog új évet!
énekléssel egy Rossini Tarantellát fogunk eljátszani, amit biztos ismernek egy tenorája. És nagyon jól éreztem itt magam, köszönöm a lelkes közönségnek is. A tanuló filharmonikusoknak is egy borzasztó jól lőkérű próbaperiódoson vagyunk túl, és egyszerűen jó volt ilyen muzsikusokkal együtt dolgozni. A karnagy úrral kint, hogy nem húzzuk az időt, úgyhogy... Egy újabb örök zöld következik, Dini Kupacs írtája.
a koncertnek a programját állítottuk össze, akkor nagyon sokat gondolkoztunk, hogy ha és amennyiben megtisztelnek bennünket tapsukkal, akkor azt mondjuk, hálálhatjuk meg igazán. És mivel demokrácia van állítólag, ezért azt gondoltuk, hogy a legdemokratikusabb, ha önök döntik el. Úgyhogy hoztunk étlapot, ez három mű, és azt javaslom, hogy kész feltétellel, mint a parlamentben, lehet választani, jó? Az első az a Brahms hatodik magyar tánc. Előbb mind a hármat elmondani, most a következő Strauss éjjel magyar. Esélyesnek tűnik. Végül, de nem utolsó sorban, ismét csak Strauss-tól a Radetzky. Ez még nem ér, jó? Szerintem... Kérem a név szerint is. Emelje fel a kezét, aki a Brahms hatodik magyar táncot akarja. Egy rossz sejtelmem van szerintem. Ki fogják zárni önöket a produkcióból? Ki az, aki a Strauss éjjel a magyar kívánja? Baj lesz, én azt hiszem. Végül emelje fel a kerét, aki Strauss Radetzky indulója. Ez a leg. Az éjjel a magyar. Akkor tartsunk egy ellenpróbát, jó? Ki az, aki nem akarja, hogy mind a hármat eljátszik? Ők azért ilyenek, mert ezt nem próbáltuk, ez az én ármányom ellen. Úgyhogy most megpróbáljuk önöknek eljátszani a Brahms hatodik magyar számára. Thank you.
megfordultam volna, és mondom, hogy az éjjel a magához szükségünk lenni egy kis segítségre, nem tudom kérhetem önöket. A megfelelő pillanatban majd jelzem, annyit kéne csak mondjuk, hogy éjjel. Jó, de ez egyszerre. Rend a lelked minket. Hozzájárulnak, hogy egyszer kipróbáljuk? Na tehát akkor. Éjjel! Hát ez sok tudom. Nem is kellünk ide. Rossz jel, mert ezt valamikor régen, amikor még próbáltuk, aztán, akkor ez nekünk nem ment ilyen jól, ez régen. Thank you.